Minden rászoruló család megkapta Bátaszéken a húsvétra szánt élelmiszercsomagot, ami idén is nagy segítséget jelentett. Hosszú évek óta hagyomány, hogy a Bátaszéki Gondozási Központ karácsony közelettével adománnyal segíti a rászorulókat, 2020 tavaszától pedig húsvétkor is megszépítik a családok és a gyermekek ünnepét így módon. Most összesen 160 családnak, köztük 100 gyermeknek tették gazdagabbá a húsvétot. A tartós élelmiszer, illetve vaj, sonka, tojás, hagyma, krumpli is került a csomagokba. Minden alkalomban bekérünk az intézményektől egy listát, hát ha van valaki a látókörükben, idén is így történt, illetve nyilvánvaló, hogy a gondozási központban jelezhetnek, hogy szeretnének csomagot, de nyilván időben kell ezt jelezni, mert nekünk le kell adni ugye ezt a listát, meg hát ki kell alakítani, hogy mennyire van keret. Mergül Pécsi Edit azt is elmondta, hogy minden csomag egységes, így minden rászoruló ugyanolyan mennyiségű és tartalmú adományt kapott, amiknek a sokszínűségéhez a városban sokan hozzájárultak. Ezúton szeretném még megköszönni az önkormányzatnak, illetve a helyi cégeknek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen szép csomagokat tudjunk összeállítani, úgyhogy köszönjük szépen. Az adományokat folyamatosan várják a gondozási központ munkatársai, hiszen nem csak az ünnepek alkalmával, hanem évközben is segítenek a rászoruló családoknak.